Rostoki Rockfesztivál évfordulóján a hajdani koncert helyszínén kábítószeres fiatalok szipuziumot tartottak. Az eseményt csupán néhány szarvasmarha megjelenése zavarta meg, akik szintén füvet kerestek. Szovjet tudósok olyan japán tudósokat fedeztek fel, akiknek a világon először sikerült eldobható papírtelevíziót előállítaniuk. Az ez irányú kutatásokat a Magyar Közjáték című tévéműsor várható exportja indította el. Bécs tiltakozott a Magyar Külügyminisztériumnál, mert a hajnali órákban Kovács Imre nyírpityeri lakos gázüzeműre frissen átállított ladájával megsértette Ausztria légterét. És most itthonról. A költségvetési hiány csökkentésére a parlament tagjai árverésre bocsátották néhány személyes tárgyukat. Több értékes adomány mellett kalapács alá került Tordján József mutatóujja is. Csalódottan távozott a személyzetről Kapos Levente 41 éves munkanélküli, mivel továbbra sem látja a kiutat. Emléktáblát lepleztek le a csepeli lakótelep ABC-jének falán a nemrég elbocsátott Szabó Sándorné pénztáros tiszteletére, melyen a következő szöveg olvasható: itt dolgozott 28 évig drága pénztárosunk Gizike, hiányát megőrizzük. Én most ezt a pálinkát kicserélem két hagyományos mosóporra. Cserélj rám a jó édes ajánlat, cserélj az asztalt, igen? A nyár tapasztalatait hasznosítva új szúnyogriasztót dolgoztak ki az ELTE biológusai. A kis műszer lényege, hogy riasztja a szúnyogokat, amint a páciens megcsíphető állapotba kerül. Nagy sikerű túlélési versenyt rendeztek nyáron a Balatonon. A fővárosi fordulót a 87 éves Szabó Emil néni nyerte, aki 6, vele eltartási szerződést kötő ifjú párt élt túl sikeresen. A folytatásban közlekedés. Fényérzékeny gyalogosokat állítanak forgalomba a közeljövőben, mivel a mérések szerint a többség nem érzékeli a piros fényt. Májusi híradónkban már megismerkedhettek a kedves nézők az új közlekedési szabályokkal, de milyen új kreszttáblák várhatók? Erről faggatnám Ajala Dezső rendőrszázados urat. Kérem, több kreszttábla megszüntetése vált szükségessé, mivel ezeket az autósok nagy többsége úgyis rendszeresen figyelmen kívül hagyta. Így például a lefelé fordított háromszög, amelyről a mai napig nagyon sokan nem tudják, hogy mit jelent. Tehát az elsőbségadás kötelező helyett ezzel a táblával találkozhatnak majd. Trafipax információk helyett. Ezt a táblát láthatják. Az autósok egymás közötti, hangsúlyoznám, egymás közötti információ cseréjének segítésére fejlesztettük ki ezt a táblát. A válasz variánsokon szakértőink még dolgoznak. A közlekedési morál egyik meghatározója a tömegközlekedés helyzete. A Budapesti Közlekedési Vállalat őszi terveiről érdeklődtünk dr. Éber Tamás főjegyellenőrtől. Egyre több sajnos járműveinken a rongálás, különösen a jegyukasztó automatákat teszik tönkre az emberek, ezért ősztől a sáskajárás példájából kiindulva a készülékek helyett sáskákat alkalmazunk, akik a kívánt számkombinációt egész egyszerűen belerágják a jegybe. Sajnos el kell mondanom, hogy ismét drágulnak majd az utazási feltételek, a díjak. Szerencsére az állóhelyek változatlanok maradnak, csak az ülőhelyek lesznek egy kicsivel drágábbak, különösen ablak mellé az első sorba. De ennek ellensúlyozásaképpen tervezzük zsőjék, páholyok és szeparék elkülönítését is. Mint mondottam, nagyon sok a rongálás, ezért ezentúl kapaszkodót nem tartunk a buszon, ezt mindenki hozzon magával a felszállásra. Úgy tudom, hogy környezetvédelmi okokból, aki Trabantot, Warburgot lead, kombinált bérletet kap ajándékban. Igen, kérem szépen, ez így van. Sajnos a nyomdai átfutás miatt még egyelőre kevés kombinált bérlet készült el, de egyelőre megelégszünk azzal, hogyha felszállni kívánó a felszálláskor egyszerűen felmutatja a leadandó személy gépkocsit, a Trabantot vagy a Warburgot. Értem, és mit tesznek a zsúfoltság elkerülésére? Nagyon egyszerű, új eljárást dolgoztunk ki, ősztől a soványabb utasokat a kívánt megállóba egész egyszerűen faxon fogjuk továbbítani. Újfajta melltartót javasolnak a későn hazajáró hölgyeknek a BRFK szakemberei utcai támadások ellen. A találmány lényege, hogy a nő hátán is van két kosara, így a támadó nem tudja eldönteni, hogy leendő áldozata jön vagy megy. Bravúros nyomozással néhány óra alatt elfogták a Szimat utcai postarablás tettesét. Kameránk révén most önök is megismerkedhettek az elkövetővel. Hogyan történt a rablás? Hát bementem a postára, és mondtam, hogy én mostan postát szeretnék rabolni, hogy
alkalmas-e az időpont, mert ha nem, akkor visszajöhetek később. És akkor mondták, hogy alkalmas, én meg akkor azt mondtam, hogy ne mozgolódjanak, mert rögtön elmenekülök. Mi volt az első követelése? Hát először azt követeltem, hogy állítsák már fel végre azt a rohadt játékmackot, mert megint hanyatt esett. Azután elkezdtem rászegezni a pisztolyt a pénztáros nőre, de nem volt nálam a kalapács. Meg aztán azt is mondtam, hogy most aztán mindenki ne mozgolódjon, mert ha ez a pisztoly a kezemben elsülik, akkor reggeli kereshetjük a dugót. Aztán kezdtem erősen káromkodni. Mit mondott? Azt mondtam, hogy a váltakozó kamatozású jó édes anyámat, hogy ötől felejtettem azt a rohadt kalapácsot, azt mondtam. Meg aztán utána gyorsan fölkaptam a pénztáros nőt, nála volt a batyú a pénzzel, és akkor rohanni kezdtem kifele, mert jött a rendőrség is. Aztán mondtam a ott álló embereknek, hogy ne izguljanak, mert ezt a postát kiraboltam, de még a rendelkezésükre áll az országban 3199 postahivatal, ott lehetnek túszok. Mégis, hogy kapták el ilyen gyorsan? Hát a posta előtt a megállóban, mert hogy nem jött az a rohadt busz. Pattanást találtak a könnyű búvárok a Duna fenekén. Az eredetileg Attila sírját kereső csoport ezen kívül csupán néhány Vikidál Gyulát talált a Margit-sziget közelében. Nagy sikerrel zárult a Madách Színház nyíregyházi macskák vendégjátéka. Az utolsó előadáson a helybéliek 100 doboz viszkasszal kedveskedtek a művészeknek. Megjelent Szabó Kornélia, az 50-es évek című memoár kötete. Az írónőt a könyv keletkezésének körülményeiről kérdeztük. Kovács Eltárssal 1957-ben ismerkedtem meg. Ő volt az összekötőm. Akkor találkoztunk, megkérdezte, mi a jelszó. Én azonnal rávágtam, hogy az, amit ilyen találkozók előtt megszoktak beszélni. Akkor elment, kihúztam a kismacimból az antennát, és rejtélesen jelentettem az őrnagy elvtársnak, hogy van egy lufti a hálószobában. A labdarúgó bírói kamara új szabályt léptetett életbe. A sárga és piros lapok mellett az idén bevezetik a zöld kártyát is, melyet azok a labdarúgók kapnak, akik a meccs alatt a legkevesebb kárt teszik a gyepszőnyegen. A cselgáncs Európa bajnokságon szabálytalankodott egy magyar cselgáncsozó, így egyszer kimaradt a dobásból. Kudarcba fulladt a Loch Ness-i szörnyátugró verseny, mert a tó partján az egyetlen szörny a sportpálya gondnokának a felesége volt, de őt senki nem merte átugrani. Egy meg nem erősített hír szerint a prostituáltak kérvényt nyújtottak be a belügyminisztériumba, mely szerint engedélyezik nekik is a golyóálló mellény viselését. Két hír a rekordok világából. A legőszintébb ember kitüntető címet Ajtósi Mihály szenderegi főpolgármester kapta, mert a következő szövegű táblát tette ki épülő családi háza elé, az önök pénzéből önökért épül nekem. Ugyancsak bekerült a Guinness rekordkönyvbe Szabó Borbála 28 éves páramentesítő budapesti lakos, miután egyetlen szárnyas betét felhasználásával 67 órát töltött a levegőben. Egy most érkezett információ játékos kedvű nézőinknek. A lottó nyertes számainak összege 270. Végül az időjárásról. Holnap szép napos idő várható, a levegő hőmérséklete az országban 32 fok körül lesz. Ebből 4 fok Tatabányán, 5 fok Békéscsabán, 6 Szombathelyen, 9 Budapesten mérhető majd. A maradék 8 fokon a kisebb települések osztoznak. Ez volt a 10. Maksa Iradó, kedves nézőink, stábunk nevében is megköszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Jó estét kívánok, itt a Maksa Iradó szilveszteri kiadása. Két külföldi hír. A stratoszférában tett rövidke látogatás után szerencsésen visszaérkezett a Földre az Egyesült Államokban rendezett aknakereső világbajnokság győztese. A rendkívül szimpatikus fiatalembert egyszerre üdvözölték Atlantában, San Franciscóban és Washingtonban. Egy meg nem erősített jelentés szerint Zambiában akkora szárazság tombol, hogy a lakosság minden olyan tüntetésre eljár, ahol vízágyúval oszlatják szét a tömeget. Itthon a megszokott mederben folyik a Duna.
Az év utolsó napján hatalmas embertömegre számítanak a városok forgalomirányítói. A szilveszteri közlekedés megkönnyítésére kértünk néhány tanácsot a BKV szakemberétől, dr. Éber Tamástól. Az idejében jelentősen felgyorsult a villamos nyomvonalak kiépítése. Nagyon sok új nyomvonalat építettünk ki, ezért szilveszter éjjelén már 10 órakor lefektetjük a 3 évesnél fiatalabb sineket, noha éjfélig szeretnének fennmaradni. Szilveszterén is találkozhatunk ellenőrökkel a járatokon? Természetesen, de ezen a napon elfogadjuk bérlet helyett a papírtrombitát is. Mivel számítunk arra, hogy a tülkülésben nagyon sok ember füle bedugul, ezért a rászorultaknak a klinikákra halójáratokat indítunk. Ugyancsak szilveszteri specialitás, hogy szupergyors járatokat indítunk majd, amelyek egyetlen egy megállóban sem fognak megállni. Még egy különlegességgel szolgálhatunk, ez pedig a kalauz nélküli buszok mintájára bevezetjük a busz nélküli kalauzokat, akik egy buszjegy ellenében szívesen hazakísérik a tisztelt utazókat. A rendőrség hogyan készült fel az év utolsó éjszakájára? Kérdezem Ajala Dezső rendőrszázadost. Jó estét kívánok! Először is, hisz mégiscsak szilveszter van, szeretném önöket megismertetni egy igazi, hamisítatlan, szilveszteri rendőritallal. A receptet londoni kollégáimtól estük el, amikor tanulmányúton jártunk a Scotland Yardon. Hozzávalók, egy üveg viszki és egy alkoholszonda. Az ital neve viszki szondával. Szilveszter éjjelén megszaporodnak a nők elleni erőszakos bűncselekmények. Kérjük az éjfél után az utcán trombitáló hölgyeket, hogy ne ellenkezzenek, ha egy banda erőszakoskodni kezd velük, hiszen a galerik valamennyi tagját orvosi vizsgálatnak vetettük alá, tehát semmilyen következménytől nem kell tartaniuk önöknek, kedves hölgyeim, és hát reméljük, hogy az elkövetőknek sem. És önök hogyan készültek fel a szilveszter éjszakai közlekedésre? Mivel ilyenkor rengeteg a gyalogos gázolás, a zebráknál találatjelzőket szereltünk fel. Nagyobb helyeken pedig rendőr zsűri értékeli a gyalogos átkeléskor bemutatott gyakorlatát, külön figyelve a tartalomra és a művészi hatásra. Műfogsor cukorból. Csak a szádban olvad, nem a kezedben. Gumiharangot szerelnek a Nyírpityeli templom tornyába, hogy a kora reggeli harangozás ne zavarja a község lakóit. Más téma. A nyelvoktatás kiemelkedő fontosságú napjainkban. Ön ugyebár elvégzett egy gyorsított nyelvtanfolyamot. Milyen eredménnyel? Köszönjük szépen! Egy önkormányzati döntés értelmében 94 első felében second-hand éttermek nyílnak az ország több pontján a legkülönfélébb olcsó használt ételekkel. Jó estét kívánok! Bejelentette visszavonulását az ukrán világbajnok tornásznő Natasa Ugrinszkaja, mert az óvónők nem engedik el több versenyre. Az országos karate bajnokságot 370 tetőcserép összetörésével Karvaj Béla 28 éves sárkányrepülő nyerte. Nem mindennapi eredmények születtek a fedett pályás atlétikai viadalon a körcsarnokban. A résztvevők szerint a sorozatos világcsúcsok a szponzor egyetlen kikötésének voltak köszönhetők. Kovács Dénes vállalkozó, ön támogatta a mai versenyt. Igen, kérem. Na és mi volt az a bizonyos feltétel, ami ezekhez a fantasztikus eredményekhez vezetett? Én csak annyit kértem az atlétáktól, hogy futás közben mindegyikük kezében az általam gyártott termékből legyen egy darab. És mit gyárt ön? Kézigránátot. Etiket vagyok. Itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisélnék rajta egyet? És az anyut ez nem izgatná. Mami, gyere, mondd el a titkot. Nyugodtan pisíj, kisfiam. Ez a szomszédnéni kanapéja. Végül az időjárás jelentés. Ausztria felől forgószél érkezik, így a szokásos csapadék mellett síelők, turisták és kisebb osztrák vendéglátóipari egységek hullanak majd az égből. A hőmérő higanyszála holnap az ünnep miatt bent marad a tartályban. A ma éjszaka vidám hangulatát őrizzék meg az új esztendőben is, hiszen tudják, a nehéz napokban nem csak az intim betét segít, hanem egy kis nevetés is. Íme, kedves nézőink, a ma három esztendős Magsa Iradó 13. kiadása, jó estét kívánok! Először egy érdekes külföldi hír. Az erős amerikai konkurencia letörésére közös fejlesztésű autóval álltak elő a japán autógyárak.
A Toyomasz Honcubishire keresztelt gépkocsi teljesen komputerizált, külön érdekessége, hogy hosszú vidéki úton pingponglabdával lövi a vezető fejét, hogy el ne aludjon. Egy ma reggeli értékelés szerint az állami szervek tavaly meghirdetett csuklási versenyét nagy fölénnyel az APEC nyerte, mivel ezt a hivatalt emlegették legtöbbször. Ismét eltelt egy változásokkal teli fél év a tömegközlekedésben, így arra gondoltunk, mikrofonunk elé kérjük a BKV örökös főjegy ellenőrét, dr. Éber Tamást, illetve a buszvezető képviseletében Lyukasztó Károlyt. Éber úr, milyen változásokra készülhetünk fel a tömegközlekedésben? Hát kérem szépen, sajnos egyre kevesebb embert fér el járatainkon, ugyanis a frissen felszállók mindig megállnak a busz ajtajánál. Ezért az amerikai lopakodó mintájára kifejlesztettük a magyar tolakodót, akik felszállva a jármű belsejébe lögdösik a tisztelt utasokat. Ezen kívül a jegyellenőrzés megkönnyítése érdekében forgalomba állítjuk a kis növésű bonszáj ellenőröket is, akik így felszállva el tudnak vegyülni a tömegben és könnyebben megbüntetik a blitzelőket. A járművek már most is tele vannak reklámokkal. Hol tervezik még újabbak elhelyezését? Mi a mozgó lépcsők aljára helyezzük ki reklámplakátjainkat, így szórakoztatva azokat a kedves kis utasainkat, akik a szerelőaknába estek. Nagyon sok a panasz a járművek tisztaságára, Éber úr. Sajnos ez így igaz, viszont már erre is van megoldás, a budavári sikló nyomvonalát meghosszabbítottuk egészen a Dunáig, így egyszerre tudjuk tisztára mosni a fülkéket és a tisztelt utasokat. Milyen új típusú járművek beindítására, forgalomba helyezésére számíthatunk? Hát elsőként említeném a kifli alakú csuklós buszt, ami a körforgalomban igen hasznos. Ezen kívül a menet közben a saját pályáját lefektető villamost, amely így bárhol közlekedhet. Na most a buszsofőrök egymás közti kommunikálását, azt egy egészen új rendszer szolgálja. Ennek lényege, hogy a buszsofőrök füstjelekkel, illetve hát a látótávolságon belül a busz tetejére állva zászló jelzésekkel tartják a kapcsolatot. Steril pénztárgépeket hoznak forgalomba a hazánkban, hogy a szülészeten is tudjanak számlát adni az orvosok a kismamáknak. Kőbányai tudósok olyan pálinkás üveget fejlesztettek ki zugibók számára, amelyik automatikusan eldugja magát, ha hazajön a feleség. Anyu, anyu, nem kell tömni a fogamat! Miért, kisfiam? Kihúzták! Sikeres érettségi vizsgája után megcélozta a főiskola kapuját Intő Dénes tanuló, de közszemérem sértésért megbüntették. A tanévzáró alkalmából kitüntették az élen járó tanulókat a Kodai Bence általános iskolában. Kitüntették Káposztás Levente tanulót, akinek semmilyen családtagja nem vett részt soha semmilyen forradalomban. Bálnási Imikét, aki fegyelmi bizottság előtti védőbeszédében többször síkra szállt a pedagógusok béremeléséért. Bimbó Tibikét, aki csőtöréskor elsőnek húzta át a tornatermet. Kopár Sanyikát, aki az országos matematika versenyen nem jelent meg, így nem égette le szaktanárát Bíró Emesét. És végül Szabó Piroskát, aki történelem dolgozatában a következőket írta, ott volt a hősdobó Katica, aki egy mozdulattal kirántotta a kardját és lőtt. És most a közbiztonságról. A rendőrség főkolompan látta el a fővárosi banda vezéreket, így meneküléskor már a hangmagasságból tudják, melyik banda követte el az adott bűncselekményt. És egy betörésről is érkezett hír. Mára viradóra két banda is betört az állatkert növényházába, de végül az angyalföldiek vitték el a pálmát. Simán befér a szekrény és a fal közé Szabó József 42 éves ütvefúró bolhási lakos, miután tegnap a kocsmában laposra verték. Többek szeme láttára rámoltak ki ma délben egy 6. kerületi lakást. Kameránkkal a helyszínen jártunk. Ajala úr, mi történt itt tulajdonképpen? Sajnos megint egy lakásbetörés. És az oka? Megint az állampolgári feledékenység. Nem akarom többet elmondani, hogy egy, vagy maradjanak otthon, vagy ne menjenek sehova. Vagy zárják be az ajtót, vagy vidék magukkal. Három. Ezt a kettőt tessenek nekem nagyon jól megjegyezni. Mi hiányzik a lakásból? A tulajdonos elmondása szerint minden, amit elvittek. Valami konkrétum esetleg, valami nyom. Igen, amit már tudunk. Eltűnt egy vastag, arany karikagyűrű Géza vidd le a szemetet felirattal. Továbbá hiányzik egy gyönyörű, szépen kifejlett, 75 kilós német juhász házőrzőrtja. Ez elég hihetetlenül hangzik. Hát az nem hihetetlen, azt még én is láttam. Hát az úgy történt, hogy előszaladt a két gengszter, és mögötte ott futott a német juhász kutya. Nagyon ideges volt, nyilván bepánikolt, hogy nem akarják magukkal vinni. Nos,
Maga látta a bűncselekményt, és nem intézkedett? Hát ahogy nem intézkedtem, főnök, elvitettem az összes tilosba parkoló autót. Kovács kommandó, a perem alatt is megölik a baktériumokat. Nárogyi uram, mire készül itt ezzel a kalapáccsal? Szeretné vele betörni a kirakott üveget, és szeretnék eltulajdonítani néhány műszaki cikket. Bocsáss meg, elárulná a keresztnevét. Sándor. Nos, kedves Sándor, mit választ a kirakatból? Választom a videófelvevőt, választom a Walkman, a Vivitoriot, és egy utazás Sopronkő hidára. Gratulálok, hogy jól választott, és maradt még 30 forintja, hogy elnézem. Egy hír a tudomány világából. Az elvégzett komputeres agyvizsgálat szerint semmi értelme Hidra Károly 32 éves általános iskolai tanuló budapesti lakosnak. Még egy-két nap, és itt a nyár, mely minden bizonnyal a saját birodalmukban találja a kiskertek szerelmeseit. Ezért gondoltuk, hogy felkeressük Virág Tihamér főkertészt néhány praktikus nyárelei tanácsért. Mi a legsürgősebb teendő ilyenkor május végén a kiskertekben? Legsürgősebb tennivalónk a kártevők elleni védekezés. Javaslom, mindenképpen permetezzünk, akár van kiskertünk, akár nincs. Melyek a leggyakoribb kártevők? Kiemelném az atkát, mint legfontosabb kártevőt. Az atka ilyen minyuri méretű, két szemmel és egy háttal rendelkező jótág, meg is mutatnám, igen. Itt alul kell beletenni az elemet, és akkor tud pusztítani. Az egészen kisméretű gyerekatkát falatkának nevezzük. Az atka óriási ellensége az atka kukat, amely az atkát elfogyasztja, és kissé átalakítva adja vissza a természetnek. A másik kiemelkedő kártevő a tetelégy, amely dongásával felébreszti a többi kártevőt. A cecelegyeket szívesen elpusztítják esküdt ellenségeik, a rececelegyek, de ők is elpusztíthatók, hogyha légyen rádió összeköttetést létesítünk, és megtagadjuk tőle a leszállási engedélyt. Mi a teendőnk akkor, hogyha a madarak megszállják a kertet? A madarak ellen madárijesztővel védekezhetünk. Be is mutatnék néhányat önöknek. Itt látható a normál kivitel, teljesen hagyományos, mellette az extra kivitel drágább lábossal és központi zárral, kedves nézők, ez pedig denevérek ellen fejlesztettem ki ezt a fordított madárjelzőt. Aztán itt látható Lati bácsi, aki 2 évvel ezelőtt a repülőgéppel lezuhant a vetésben, azóta itt dolgozik nálam, és végül kis Irénke, akinek egyetlen pillantásától szertefutnak a madarak. Végül árulja el nekünk, hogy van-e valamilyen doppingszer arra, hogy a növényeink gyorsabban fejlődjenek? Természetesen növényeink fejlődését leghatásosabban, gyerünk már és mi lesz már kiáltásokkal gyorsíthatjuk. Megdöntötte a magasugrás világrekordját Kis Dánielné 58 éves háztartásbeli, miután tegnap az STK-ban helyből átugrotta az előtte állókat, amint kinyílt a reuma osztályon a kis ablak. Utolsónak ért célba a magyar versenyző a téli olimpia lesikló számában, így büntetésből neki kellett összeszedni a pályát jelölő karókat. Ismét egy új rendelettel bővült a hazai futballbajnokság törvénytára. A jövőben tehát, ha valaki a pályán szabálytalanságot követel, köteles a szabadrúgásnál a sorfalba feltartott kézzel beállni. Végül a Totó. Néhány mérkőzést már lejátszottak, az eredmények. Milán-Napoli 1-0-1-es. Napoli Milán 0-1-2-es, Csokis Napoli 3-2-1-es, és végül Füst Milán 2-2-X. Judit haja nagyon korpás. Rengetegszer kipróbáltunk, semmi sem használt, így most már korpás is maradt. Még a temetési szertartás alatt feltámadt a Kispocsi temetőben Zakariás Levente 88 éves mezőr, mert koporsóját a feleségé mellé akarták elhelyezni. Végül egy mondat az időjárásról. Az elkövetkező napokban víztakarékossági okokból csak kisebb záporok várhatók. Ezzel a hírrel búcsúzik önöktől a Magsa Híradó, kérve mindenkit, őrizzék meg a mindennapokban is az egyik leghasznosabb adományt, a humorérzéküket. A viszontlátásra! Jó estét kívánok mindenkinek, önök a Magsa Híradó 14. kiadását látják. Híradónk élén elmondjuk, hogy szerencsésen visszaérkezett az Egyesült Államokból az óbudai kábelgyár küldöttsége, akik Bobby Ewing temetésén vettek részt Dallasban. Új, immár tökéletes porleválasztót helyeztek üzembe a Váci cementműben. A készülék egyik kijáratán a por távozik, a másikon a dolgozók.
Az önkormányzati választások előtt gyűlés-gyűlést követ a különböző előjáróságokon. Mi a Borzasgerezdi polgármester választási gyűlésére látogattunk el. Tisztelt választópolgárok! Társadalmunk válaszút előtt áll. Népünk két konkrét kibontakozási program közül választhat. Egyik úgy sem könnyű, de meggyőződéssel vallom, hogy jobb munkaszervezéssel, a meglévő lehetőségek nagyobb kihasználásával, a termékszerkezet átalakításával. Gizike, ezerszer megmondtam, hogy a termékszerkezetet nem X-el kell írni. Ilyet én még nem láttam. Úrrá lehetünk a nehézségeken. E két út, e két lehetőség, tehát egészen konkrétan a következő. Ülés témája lesz. Csak a szponzorok jó szándékán múlt, hogy idén augusztus 20-án is gyönyörködhettünk a hagyományos Gellért-hegyi tűzijátékban. Kovács Mihály fővárosi alkalmi munkás szerint petárda helyett elég lett volna a rendelkezésre álló pénzt fellőni. Az idei tévéközvetítés ötletén felbuzdulva jövőre a rádió adja egyenesben a tűzijátékot, valamint várhatóan hangkazettán is megjelenik. Megkezdődött az iskola év. Ide kapcsolódó hírünk szerint Dunafügykösön átadták az ország első gumikollégiumát, melyet agresszív diákok számára fejlesztettek ki. Persze nem múlhat el szeptember tanszergond nélkül. Ez adta az ötletet, hogy felkeressük kameránkkal a tanszerellátó két illetékesét, Pinyetta Dezsőt és Karton Józsefet, a fejlesztési osztály munkatársát. Milyen újdonságokkal segíti a tanévkezdést a tanszerellátó? Az iskolák gyakran panaszkodnak, hogy a leszállított kréta még idő előtt eltörik. Nos, ennek vége, ugyanis a Nescafé mintájára kifejlesztettük a por alakú Nesz krétát, amit egy szívószállal kell fölfújni a táblára. Tanárok munkáját segíti dolgozatok és vizsgák idején az úgynevezett spionfüzet, ami hangos bip-bip felkiáltással jelzi, ha valaki kinyitja azt a pad alatt. Gyerekek, mint tudjuk, utálják az iskolaköppenyt, alig lehet őket rávenni a viselésére. Erre nincs valamilyen ötletük? Dehogy nincs, méghozzá az öntapadós iskolaköppeny, amit reggel a szülő föl a gyermekére, és aztán este csak egy 6 számjegyű kód beütésével tud lehámozni róla. Milyen segítséget tudnak nyújtani még a szülőknek? Tornaórákra ajánljuk azt a dinamo nadrágot, ami ugrálás közben áramot fejleszt, valamint azt a komputeres üzenőfüzetet, amiben a szülőnek elég beírni azt, hogy melyik tanár hova kívánja, a többit a füzet kitölti magától. Ezeket a törőközőket hagyományos mosóporral mostuk. Ezeket viszont most fogjuk kimosni. Eltűnés miatt keresi a rendőrség P. Hajnalka fiatalkorút. Hajnalkán az eltűnés pillanatában tűsarkú fehér szandál, comb közébig érő fekete szoknya és egy török kamionsofőr volt. Az idei nyár rendezvényei közül kettő emelkedett ki igazán. Az egyik a Balaton átúszó verseny volt, melyet jövőre is megrendeznek, csak éppen hosszában, 2 hetes turnusokban. Az úszás folyamatosságát két vendégcápa biztosítja majd. Zimmer Frey feliratú táblákból rendeztek tárlatot a nyáron a 7-es út mentén. A 3 keletnémet turistából álló szakmai zsűri a legjobb táblának járó egy darab vendégészakát Malter Joli néninek ítélte oda, aki kukoricása előtt üldögélt egy Zimmer Frey feliratú alkotással. A másik nagy nyári esemény az Óbudai Diáksziget rendezvénysorozata volt. Sziasztok! Hogy tetszik a buli? Jó, de nagyon kéne egy nyilvános telefonfülke. Gondolom, hazaszólnál a szüleidnek, hogy jól vagy. Frász, csak már kéne egy kis apró sörre. Melyik zenekar tetszett eddig a legjobban? Nekem a műanyag hadiláb tetszett a legjobban, mert annak olyan kemény a gitárosa, hogy a többiek vele dobják ki a kirakott üveget. Látom, elég jól elvagytok itt, de gondolkodtál-e már azon, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Ingerült. Bocsásson meg, hogy megszólítom. Nem zavarta ez a borzalmas lárma? Ez az élet, Babocsai néni! Mezőgazdasági hírcsokorral folytatjuk a híradót. Bábolnai szakemberek sűrített legelőtt dolgoztak ki a szarvasmarhák osztálykirándulásához uzsonnacsomagként. A sertés-tenyésztés anyagi fedezetének előteremtésére új eljárás dolgozott ki számos Imre tenyésztő. Minden malac a hátán nyílást vágott, és körbeküldte őket a faluba kéregetni. Az élő malacpersely bevételéről nem érkezett jelentés. Őszlévén javában tombol a szüret. Erről, illetve a hatékony permetezésről kérdeztük Virág Tihamér főkertészt.
Szület közben elkerülhetetlenül fontos a frissen leszedett szőlőfürtök azonnali lepermetézése, különben a büdös életben nem lesz hasmenésünk. Erre a legalkalmasabb a hátamon látható kézi permetező gépes alkalmatosság. Ennél a típusnál arra kell vigyázni, hogy nehogy a permetező cső végét a szánkba vegyük, mert akkor könnyen búvárnak nézhetnek bennünket a szomszédaim. Még a permetezés megkezdése előtt vásároljuk meg a permetező szert. A szőlőre a legjobb szer a krabburán metintox acid, amelyik a pénztártó való távozás után azonnal elbomlik, így teljesen ártalmatlan, ugyebár. Itt ennek a csőnek a végén jelenik meg permetezéskor a szer. Van egy nagyon régi közmondás, ha a permet kijön, meglátja az árnyékát, rögtön visszamegy a csőbe. Ennek megelőzésére szoktunk a szerre rákurjantani, így megmerevedik és nem megy sehova. A másik permetező szer a batyurák 23, ami még szőlőre tökéletes, ez ugyanis taszítja a szőlőszemeket. Így egy dézsában akkora lögdösődést érhetünk el rövid idő alatt, mint csúcsforgalomban a 7-es autóbuszon. És végül egy nagyon fontos tanács, permetezhetünk hernyókat is, de a hernyóknál mindig nézzük meg a hasát, kaparjuk meg egy kicsit, mert ha szám van rajta, akkor nyertünk. Jó estét kívánok! A hétvégi pénzdíjas agárversenyen elsőként ért célba Kispók Aladár pályagondnok, akinek még a futam előtt akadt bele a lába a műnyúlba. Az idei gyöngyhalász versenyt a 80 esztendős Svatopluk Menelaosz bácsi nyerte, aki egy tál bab elfogyasztása után 23 percig tudta visszatartani a levegőt. Felbontotta szerződését támogatójával egy olasz futballklub, mert a cég azt követelte, hogy az általuk gyártott pelenkákat a csapat tagjai ne csak reklámozzák, hanem a pályán mutassák is be. Elmaradt a budapesti úszóbajnokság, mert a versenyzők az ebédre elfogyasztott paprikás csirkétől olyan nehezek lettek, mint az ólom, és elmerültek a vízben. Végül egy labdarúgó hír. EB selejtező mérkőzésen Magyarország-Törökország 2-2. Az első fél időben még mi vezettünk 2-0-ra, de a szünetben megérkezett az ellenfél is. Laci bácsi részfejjel határozottan tartósabb. Számzáras lekváros táskákat hoz forgalomba a délpesti sütőüzem, mert mire az áru a közértbe ér, rendszeresen eltűnik belőle a lekvár. A kártyás készülék szolgáltatásait bővítendő magyar kártyával működő telefonokat állít fel a MATÁV. Ezeken a szexfonalakat a tök alsóval lehet majd hívni. Az időjárásról előjáróban annyit, hogy Budapest felett az égbolt magas, a déli óráktól enyhe pörkölt szag várható. A részletes előrejelzést kérem a Meteorológiai Intézetben Otto Gézától. Nem megmondtam, hogy szólok, ha lesz változás? Valóban, köszönjük szépen. Ez volt a Magsa Iradó 14. kiadása 1994 őszén. További kellemes szórakozást kívánva a kollégáim nevében is búcsúzom. A viszontlátás. A mai estén a 15. kiadással jelentkezik a Magsa Iradó stábja. Jó estét kívánok mindenkinek! Főbb híreink egy-egy mondatban. A novemberi benzináremelés miatt Kuvait megszállását fontolgatja Szabó Miklós magántaxis. Torgyán József ma Kossuth Lajos szakállát kifogásolta a parlamentben. A televízió és a Fidesz közötti új megállapodás értelmében jövőre az esti mese előtt a Maci helyett Orbán Viktor tisztálkodását nézhetik meg a gyerekek. Már a viradóra betörtek a Nemzeti Bank páncéltermébe. Egyéb hián elvitték az összes riasztóberendezést. Részletes jelentéseink. Jövőre megszűnik az áfa visszatérítés a magánerős lakásépítkezéseknél. Helyette a már jól ismert kárpótlási jegyek igényelhetők, melyek Fedor Kokoskin Dunyuska beteg című drámájára érvényesek a Közszínházban. Kempelen, az első farkas, aki sütni tud. Az év utolsó hónapja a gyerekeké, hiszen a Mikulás és a karácsony érkezése egyaránt boldog várakozással tölti el az apróságokat. Nektek mit hozott a télapó? Nekem egy új nadrágot. Nekem egy új cipőt. És neked?
Nekem meg igazi pisztolyt és állarcot, hogy nekem is legyen gatyám egy cipő. Te is kitetted a cipődet Mikulás estéjén? Igen. És mi volt benne reggelre? Két idegen láb. A télapó ellátóvállalat diszpécserét, Virgás Lászlót kérdezem. Győzték-e az idei megrendeléseket a Mikulások? Természetesen olyannyira, hogy idén a hagyományos télapok mellett újdonságokat is forgalomba hoztunk. Ilyen volt például a citrom illatú Mikulás friss, vagy pedig a szivárvány télapó, amelyiknek vízbe mártva elszíneződik a szakálla. Újdonságai között említhetem az egészen kis óvodások számára is elérhető bonszáj télapót, de a legnagyobb sikere az idén annak az 50 mozambiki diáknak volt, akiket mint Csoki Mikulás hoztunk forgalomba. A folytatásban két ugyancsak gyermekekkel kapcsolatos hír. Egy elmés újításnak köszönhetően várhatóan megszűnik utódaink elcsavargása. A csemete hátára ugyanis egy olyan berendezést erősítenek, mely azonnal felhívja a papát, ha a gyermek letér a megszokott útvonalról. E vadonatúj találmányt aputelefonnak nevezték el. Nagy riadalmat okozott tegnap a Répási óvoda kertjében álló játékfalóból kirontott 30 görög katona, akik az óvónőktől Trója iránt érdeklődtek. A helyszíre érkező régészek szerint az alegység valószínűleg hamisítvány, mivel mindegyik katona fiatalabbnak látszott 2000 évesnél. Jé, eltűntek a zsírfoltok. Sajnos a rendőrség az ünnepek ellenére sem pihen. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban állandó rendőr szakértőnket, Ajala Dezsőt. Ajala úr, hol tart a küzdelem a szervezett bűnözés ellen? Sajnos egyre nagyobb a körültekintően lebonyolított, előre megtervezett bűncselekmények aránya. Például szervezett bűnözés renget következtetni az a tény, hogy tegnap éjjel betörtek Budapest három műszaki szaküzletébe. Az egyikből eltulajdonítottak egy kerékpárvázat, a másikból egy bicikliláncot pedállal, a harmadikból pedig két küllős kereket. Feltételezzük, hogy újabb betörések várhatók, mivel az elkövetők nyerget még nem loptak. Tehát kérjük a lakosságot, hogy ha az utcán olyan egyént látnak kerékpározni, akinek a biciklién nincsen nyereg, jelezzék azt a legközelebbi rendőrkapitányságon. Ön egy érdekes bűncselekmény sértetje. Kérem, mesélj el, mi történt. Hát az újat kérem szépen, hogy tegnap délutános voltam és este vettem haza, és már a Terméskő utcánál jártam. Mikor? Este volt, kérem szépen. Amikor a Terméskő utcánál hallottam egy ilyen lódobogást magam mögül, és akkor én hátra pillantottam, és megálltam egy alakot, ilyen fekete ruhában volt, és akkor rám kiabált, hogy ez az utolsó figyelmeztetés, és felém csúnyított a kardjával, de azután egyszer csak eltűnt. Hát nem maradt valami nyom utána? Kárhogy nem. És most pillancsunk be egy kicsit a rendőrség hétköznapjaiba. Itt nem sokára elkezdődik egy úgynevezett szembesítés, melynek eredményeképpen a sértetnek 5 emberből ki kell választani az elkövetőt. Uram, hogy nézett ki az a férfi, aki önt leütötte? Ja, hát kérem szépen, nagy darab volt, ilyen nagy drabályos ember, kopos ember volt. Volt rajta egy fekete bőrcseki, egy kék pulóver, szlógott ki, egy ilyen aranylánc, hogy ja. Rendben igen. Van. Ön most 5 férfit fog látni, ja. Ebből 4 rendőr, ja. Egy pedig a gyanúsított. Ja. Nincs más dolga, mint hogy kiválassza az elkövetőt. Ja. Úgyhogy jöjjön velem, tessék nagyon jó szemügyre venni, megnézni, jó? Azt mondja mindjárt az. Megvan! Ő volt az! Jó. Ebből is láthatják, kedves nézőink, hogy az önök együttműködése nélkül nem igen tudnánk gyorsan rács mögé juttatni a bűnözőket. Jó. A betétszámla könyvét! Most már te hülye, ne ordíts, gyere már lefelé, a miénk lesz a lóvé! Kulturális hírekkel folytatjuk a híradót. Szentpétervárot koncertezett Luciano Pavarotti. A koncert érdekessége volt, hogy a kezdést az Aurora díszlövése jelezte, aminek hallatán a lakosság, otthagyván az előadást, azonnal megrohamozta a téli palotát. Hazáimba érkezett a magyar származású avantgárd festő Géza Szibenyi. Ön ugyebár kerékpárosokat pingál házfalakra. Mivel készíti a festményeit? Kamionnal. Jó estét kívánok! Lejátszották az 5. fordulóban elmaradt Dél-Buda-Piszkán Dembi 3-as labdarúgó mérkőzést.
Mint ismeretes, a meccs azért szakadt félbe, mert egy használt papírszalvétával fejbe dobták a játékvezetőt. Sajnos azonban az újrajátszott mérkőzést is idő előtt lefújták, mert a partjelző a meccs alatt végig petárdázta a közönséget. Ma délelőtt rövid edzést tartott az ünnepekre készülő magyar labdarúgó válogatott. A néhány perces bemelegítőt követően a gól utáni ölelkezést gyakorolták. Véget ért az idei Forma 1-es évad. Az utolsó versenyen egyszerre ért célba a két rivális, Damon Hill és Michael Schumacher autóját szállító tréler. Új szabályt fogadott el a hazai jégkorong szövetség. Ezen túl a kisebb szabálytalanságot elkövető játékosnak nem kell kiállnia, hanem büntetésből 2 percre elveszik a korcsolyáját. Most pedig egy pillanatra a közterület fenntartó vállalat illetékese kéri figyelmüket. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az ünnepek után az elhasznált fenyőfákat szaloncukorral együtt tegyék a kuka mellé, mert a fiam imádja. Köszönjük szépen. Végül a szokásunkhoz híven az időjárás jelentés. Holnap a szél csak a metróban lesz erős. A lakásban a fal felé fordulva a látótávolság 2 méterre csökkent. A hőmérséklet csúcsértéke a hőmérő tetejénél olvasható le. Ennyi volt mára a Magsa Híradó, kedves nézők, de mielőtt elbúcsúznék, engedjék meg, hogy valamennyiünk nevében szívből megköszönjem önöknek az Erzsébet díjat, mely a közönség szeretetétől láthatva új erőt kölcsönöz a jutalmazottnak, hogy továbbra is segítsen megőrizni a nevetni tudás képességét ebben a csöpkis hazában. Boldog ünnepet mindenkinek, és köszönjük szépen! A szokásosnál hosszabb szünet után kívánok kellemes szórakozást a 16. Magsa Híradóhoz, jó estét mindenkinek! Híradónk élén néhány külföldi jelentés. Antigravitációs kongresszust tartottak New Yorkban. A rendezvény igen sokba került a szervezőknek, mivel a résztvevők alaposan összemászkálták a mennyezetet. Egyes meg nem erősített hírek szerint Zambiában annyira lopják az értékes agyagukért tartott elefántokat, hogy a hatóságok a jövőben ormányzárat szerelnek rájuk. Moszkvában ma ismét sokan tüntettek. Erről és a jelenlegi helyzetről kérdezem moszkvai tudósítónkat, Hári Jánost. Szervusz, János! Szervusz! Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Mi újság Moszkvában? Semmi különös, jól vagyunk, szerencsésen megérkeztünk, elég jó a szállásunk is. Gyerekek? Köszönöm szépen, a gyerekek is jól vannak, holnap már mennek iskolába. Hári János, köszönjük szépen! És most itthonról. Népünk találékonyságát dicsérendő egy sor új találmányról értesültünk az elmúlt fél évben. Első helyre kívánkozik az a hallókészülék, mely a telefonra csatlakoztatva a hívás esetén azonnal bemondja, hogy halló. Az utcai vendéglátás figyelemre méltó újdonsága pedig az a távirányítható hot dog, mely az elárusító helytől követi áldozatát és a legváratlanabb pillanatban becsapódik a vevő szájába. A szűkös anyagi lehetőségek ellenére a hazai egészségügy is megpróbál lépést tartani a fejlődéssel. Mellettem dr. Vakcina Balázs igazgató, köszöntöm igazgató, sok szeretettel. Jó napot kívánok! Mivel tudják egy kicsit megkönnyíteni az amúgy is túlterhelt nővérek munkáját? Kérem szépen, itt van az a digitális törésmutató, mellyel bármekkora töréssel rá tudunk mutatni. De nem csak a nővérek számára vannak újdonságaink, igaz, Béla bácsi? De én olyan komputeres járógipszet kaptam, ami sürgősebb esetekben nélkülem is bárhova ki tud menni. Ez nagyszerű, van-e még más meglepetésük a betegek részére? Igen, kispénzűeknek adják azt a különleges luttalbetétet, ami járás közben 20%-ot is kamatozik. Nem beszélve a nővérhívóról, azon csak megnyomunk egy gombot, és a szoba falán megjelenik a felirat, maradjon már Béla bá. Lehet-e még fokozni a kórházi eszközök modernizációját? Hogyne, kérem, mi már használjuk feledékeny betegeinknél azt a lerázhatatlan hőmérőt, amely a hónajba dugva követi a beteget egészen a felépüléséig. Gyógyszerérzékenyek számára fejlesztettük ki azt a szupergyógykapszulát, amely csak a betegből való távozás után szívódik fel, így mentes minden káros mellékhatástól. A hírek szerint mind rosszabb a helyzet. Egyes állítások szerint a kórházakban a nővéreket olyan rosszul fizetik, hogy cserekereskedelmet folytatnak a fekvő betegekkel, és csak egy libáért adják oda a kacsát. Itt a nyár, rengeteg a napszúrás. Hogyan kezeljük napszúrásos betegeinket, kérdezem dr. Tetanusz Péter főorvost. A legfontosabb az intenzív ágynyugalom és az, hogy a betegség ideje alatt kerüljük a beteggel való összeszólalkozást, ne tegyünk semmit akarata ellenére, hát ha még felépül.
Az állapota az állandó látogatások miatt két hét után sem javul, megpróbálkozhatunk végrendelet kicsikarásával. Elárulnék betegápoló családtagok részére egy egyszerű trükköt, amivel megspórolhatjuk az állandó betegágyhoz rohangálást és a napi 200 jobban vagy drágám kérdést. A TV antenna csatlakozó dugóját helyezzük a beteg szájába, így csupán a TV bekapcsolásával állandó képet kaphatunk szenvedő családtagunk állapotáról. Amikor eszünk, szánkban a pH érték megváltozik. Amikor eszünk. A folytatásban közlekedés. Anyagi okokból nem épül meg a Lágymányosi híd, hallottuk a mai sajtótájékoztatón. Helyette a Duna mindkét partjára dobbantót szerelnek, ahol is 30 méter nekifutás után lehet személygépkocsival a túlsó partra dobbantani. Ma hajnalban az 5-ös úton Lajos Mizse térségében Kovács Mihály 43 éves incsiklandozó budapesti lakos személygépkocsijával áttért a menetirány szerinti baloldalra, de mivel nem jött szemben senki, csalódottan visszatért a jobb oldalra. Tényleg ennyire figyelmetlenek vagyunk nyáron az utakon? Egyáltalán mennyiben befolyásolja a nyár a balesetek alakulását, kedves Ajala Dezső? Igen, meg kell mondanom, hogy a tél után a nyár a legveszélyesebb hónap már baleseti szempontból, hiszen a meleg, a napsütés duplán igénybe veszi a sofőröket. Nem is beszélve arról, hogy rengeteg a parkolásnál bekövetkező koccanásos baleset, mert a vezetők egyszerűen nem veszik figyelembe, hogy a melegben a gépjárművek kitágulnak, méreteik megnőnek, és kocc! Vagy itt vannak a gyalogosok, ugye? Nyáron ők is lényegesen nagyobb helyet foglalnak el a motorháztetőn, mint télen. Köszönjük szépen! Milyen egyéb közérdekű információt hozott a híradó stúdiójába? Két körözést tartok a kezemben, keressük azt a bankrablót, aki május 17-én az esti órákban betört a Riasztó utcai bankfiókba, és ott egy fegyvernek látszó tárgyal az alkalmazottakat a páncélszekrény tartalmának átadására kényszerítette. Az így zsákmányolt egy darab szobaleltárral, egy darab Fidzsider jótállási jeggyel, és egy darab 67 forint készpénzzel a helyszínről elmenekült. Szerencsére a bankban édesanyjával tartózkodó kis Lacika, a óvodás, az elkövetőt lerajzolta. Kérjük tehát, hogy aki a képen látható fiatalembert felismeri, azonnal jelezze a legközelebbi rendőrnek. Keressük továbbá Zebegényi Károlyt, aki 1994. november 8-án Topori házának kertjében beleesett a kútba. Zebegény azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Ajala úr, bővíti a rendőrség lakossági szolgáltatásait a közeljövőben? Nagyon örülök a kérdésnek, Maksa úr, ugyanis igen. Célunk az, hogy az állampolgárok minden egyéni és közérdekű problémájukkal bátran fordulhassanak hozzánk, hiszen ne feledjék, mi szolgálunk, és végünk. Jaj már, drága biztos úr, jaj már, nagy bajba vagyok, segéljen már nekem, mert én el vagyok tévedve, azt nagybár a térén szeretnék leszállni a végén. No, csak figyeljen engem, bácsika, és majd egyel hamarabb szálljon le, mint én. Jó. Jaj, százalmas úr, de jó, hogy látom, óriási verekedés van arra, óriási hol? Verekedés. Arra? Arra van. Na hát akkor fussunk, nehogy belekeveredjünk! Külön italboltot létesítenek kizárólag nők számára a nehéz napok elviselésére a fővárosban és a megyeszékhelyeken. A gyengébb nem ezen kocsmáit tamponálóknak nevezik majd. Jó estét kívánok! A nagy melegre való tekintettel egy mélyhűtő ládában rendezték meg a jégvitorlások hagyományos nemzetközi spartakiádját. Az első helyet szoros küzdelemben Kislót Tibor a KSI versenyzője szerezte meg, aki saját hűtőládájában indult Bécsből egy Dacia tetején. Kétszeri rövid pihenővel sikeresen feljutott a negyedik emeletre a tatai edzőtáborban a magyar labdarúgó válogatott. Várható-e javulás a válogatott teljesítményében az ősszel? Igen, mindenképpen. Ugyanis a csapat mostani teljesítményére való tekintettel a FIFA engedélyezte, hogy az EB selejtező mérkőzésen jóval kisebb kapunk legyen, mint az ellenfél. A lakótelepi sportnap keretében rendezett futóversenyt a Dénesi család nyerte. Szorosan mögöttük érkezett a célba a csekkel utánuk integető Boldog Imre villanyszámlás. A tegnapi zápor alatt kegyetlenül elázott Szántó Imre ejtőernyős, mivel az ugrást követően nem nyílt ki az ernyője. Nem mindennapi sportsikerről számolhatunk be. Mikrofonunk előtt az első ember, aki sikeresen megmászta az Alföldet.
Mindenekelőtt gratulálok ehhez a fantasztikus teljesítményhez, de megkérdezem. Nem okozott gondot önöknek az, hogy az Alföld síkvidék? De igen, hiszen ahhoz, hogy megmászhassuk, először függőlegesre kellett állítanunk. Erre vonatkozóan több ötletünk is volt. A legegyszerűbbnek tűnt, hogyha kiskörösnél pajszerral megemeljük, de ehhez a helyi önkormányzat nem járult hozzá, mondván, hogyha az Alföld függőleges lesz, kipotyognak a házakból a lakók. Így aztán mi másztunk négy kézláb. Vajon mi lehet Weber Tamás szépségének titka? Semmi. Híradónk végén szokásos érdekes híreink. Magyar tudósok olyan új bulvárszivattyút fejlesztettek ki, amelyel bármekkora bulvárt ki lehet cippantani a vízből. 3,5 hete várakozik egy külvárosi parkolóházban Dallas Athéne 38 éves kézi lány fővárosi lakos, mert azt olvasta, hogy itt történik a legtöbb nemi erőszak. Apropó Dallas, újabb Ewing testvére bukkantak egyiptomi régészek a Szahara homokbuckái közt. A csontig lesoványodott utazót Ropi Ewingnak nevezték el. Végül egyetlen mondat az időjárásról. Holnap felhős, párás, ködös időre számíthatunk sok napsütéssel. A hőmérséklet északon kissé, délen és keleten jól érzékelhető lesz. Ennyi volt mára a Magsa Iradó, kedves nézők, a remélt őszi viszontlátási kellemes nyaralást kívánok mindenkinek.